az Alsóvárosi Ferences Rendház udvarán próbál a Liget társulat. Ahogy az elmúlt két évben, ezúttal is pasiójátékkal készülnek a húsvétra. Újszegedi plébános vagyok immár negyedik éve, és a hívekben medült föl annak igénye, hogy nagypénteken, amikor szokásban volt és van is, hogy keresztutat járunk a szép Liget fái között, Jézus szenvedés történetét fölidézve, imádkozva, énekelve, hagyományos módon. Szóval fölmerült, hogy miért ne adnánk elő, vagy játszanánk el Jézus szenvedés történetét, passiójátékot, mint ahogyan ez középkortól fogva sok helyütt egyfajta misztériumjátékként előadásra kerül. És ez az ötlet azért úgy benne volt a levegőbe, és amikor találkoztam éppen itt alsóvárosi ferenceseknél egy fiatal emberrel, akit azért ajánlották nekem, hogy ő a Szegedi Nemzeti Színháznál rendező, Kay Ádám, és vele is leültem erről beszélni. Másrészt pedig a Piarista gimnáziumban, itt Szegeden van egy színjátszó csoport, ez régi hagyománya a piarista iskoláknak is, és ott Kesedű György tanár, szerzetes, akkor éppen Római és Júliát tanította a gyerekekkel, és azt adták elő a kis színházba, és akkor utána, jól sikerült darab után megint csak fölvetettem, hogy mi volna a Gyuri atya, ha a diákok egy passiójátékot adnának elő. Én ott Újszegeden ennek kicsit házigazdája lennék, segítenék benne. Szóval leültünk hárman, Kay Ádám, mint rendező, mint ilyen értelemben profi, másrészt meg Kesedű György, piarista, tanár, hogy erről gondolkodjunk, ez 3 évvel ezelőtt volt, és meg is valósult már 2 évvel ezelőtt egy passiójáték. Be kell látni. Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni. Az úton becsületesen végig kell menni. A szerepet becsületesen el kell játszani keményen és tekintet nélkül. 2015-ben volt az első passiójáték, akkor kezdtük el ezt a hagyományt építeni, és tulajdonképpen a név az nem volt meg, de egy erős közösség alakult, és tulajdonképpen az a tavalyi évben történt meg a névadás, akkor lettünk Liget társulat. Ez tulajdonképpen egy utalás volt arra, hogy mi ott a Liget mellett, ugye ott van az újszegedi plébánia, ott kezdtük el a működésünket, és akkor ez egyfajta igazodás a bölcsőhöz. Úgyhogy a tavaly évben a Gátszper előadás kor táján gondoltuk, hogy akkor legyen egy társulatnév, és akkor erre esett a választás. Tulajdonképpen a társulat már régebbi, mint a név, de aztán most már ezzel azonosítanak minket. Drága barátaim, erőt, egészséget! Krisztus föltámadott! Krisztus föltámadott! Ja. Nyilván ez nekem egy szerelem gyerek, ez a passiójáték, ugye amikor megtaláltak, akkor még itt dolgoztam Nemzeti Színházba, és én azt gondolom, hogy ez a felelősség teljes gondolkodásmód, hogyha az ember valamit elkezd, akkor nyilván meg is szereti, benne van szíve, lelke, akkor ezt szeretné, ha nem is irányítani élethosszan, de hát azért szeretne a része lenni. Mindenképp egy kaland, nekem is egy kísérletezési lehetőség, mert ugye minden évben más szövegkönyv alapján nyúlunk a nagyheti eseménysorhoz, tehát én tudok kísérletezni, meg azért abban van kihívás, hogy 20, vagy most idén 30 ember tudok mozgatni a színpadon. Másrésztről, meg ugye én azt gondolom, hogy a passiójáték, ha már a történetét nézzük a műfajnak, ugye a középkorban indult, mindig is a civil kurázsi, a polgárság műfaja volt ez, tehát nagyon ritka esetben adták elő hivatásos színészek, bár mondjuk a középkorban nehéz eldönteni, hogy mondjuk Közép-Európában beszélhetünk-e hivatásos színjátszásról, de hogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy óriási dolog, hogy Szeged és környékének a hívő polgársága minden évben készül Húsvét misztériumára egy színdarab, egy előadással. Tehát, hogy nekem ez mindenképpen azt gondolom, hogy műfajhoz igazodik, és én azt gondolom, hogy nem a profikkal kell versenyezni, de azt gondolom, hogy esetleg, hogy a bája, pont az adja a báját ennek a fölállásnak, hogy alapvetően hívő emberek szerepelnek, és azért azt gondolom, hogy a hit, az, hogy ők hisznek is ebbe a feltámadásba, amit mindig ábrázolunk, vagy megjelenik a színpadon, az mindenképpen egy erős adalék, egy erős plusz, ami talán egy profi színházi ember nem biztos, hogy meg tud oldani. Én, mint plébános, igazából helyt adok a plébánián a próbáknak, ha kell, akkor egy kis enni-innivalóval támogatom őket. Évközben is együtt van ez a
alkalmi csapat, akik néha cserélődnek, hiszen hát diákok, ez tényleg szabadidős foglalkozásuk, de intenzív, szép próbákon egy közösség formálódott. Ilyen tökéletes az a világ, ahol a sor végezte dolgát. Ha ilyes az ember, van kenyér, Az előadás Nikosz Kazantzakis, akinek meg kell halnia című regénye alapján készült, amelyet Keserű György piarista atya dramatizált. Jezsuita bloggerek oldalán találkoztam először a regénnyel, és én már a tavalyi passiójáték óta kerestem olyan történetet, ami a hétköznapokba ülteti át a bibliai passió történetét. És nyár végén elolvastam, és nagyon-nagyon tetszett. 20. századi regényről van szó, tehát nem egy egészen lineáris elbeszélése van, hanem inkább egy ilyen körkörös, bemutatja a szereplőket, és akkor ebből valahogy összeáll egy nagy történet. És azért is esett erre a választásom, mert a történetben hangsúlyos a menekült téma. És hogy én nem szeretnék olyan valaki lenni, aki teljesen semleges azokban a kérdésekben, amik most a világot meg a társadalmat érintik. Úgyhogy nagyon jó, hogy valahogy ez a darab segít viszonyulni a menekült kérdéshez. Ugye ez nem egy klasszikus passió történet, de mégis benne van a passiójáték. Passiójátékra készülnek a likobrisziek, és akkor így innen indul a drámai konfliktus. Úgyhogy én hittem, hallgattam Gyuri atya ízlésére, és nem csalódtam. Tehát, hogy megkaptam a szövegkönyvet, akkor azt gondoltam, hogy igen, ez nekünk való feladat, kihívás. Nemzedékek óta bevett szokás, hogy minden hetedik évben kiválasztunk a népből fél tucat férfit és asszony, akik a nagy héten átérik és felidézik Krisztus kényszenvedését. 6 év elmúlt már, most jön a hetedik. A mai napon ránk előjáróra hárul az a feladat, hogy kiválasszuk a népből a három nagy apostolt, Pétert, Jakabot és János, valamint Iskarióti Júdást, és legfőképpen azt, aki egész éven át képes lesz megőrizni szíve tisztaságát, hogy ő lehessen a megfeszített. A történet egy anatóliai görög faluban játszódik az 1920-as években. Az előjárók összeülnek, és kijelölik a következő passiójáték szereplői. Isten nevében lépj elő Konstantis! Téged arra szemeltünk ki, hogy Jakab apostol legyél. Megértettem. Sok vita után Krisztus szerepét Manoliosra, a fiatal pásztorra bízzák. Manoliosz és társai, az apostolok, akik között ott van a földesúr fia is, őszinte szívvel, nagy elmélyüléssel készülnek szerepükre. Harmatozzon rátok az Úr szelleme! Váljék valóra a csoda! Hadd mondják a hírek, amikor meglátnak titeket a nagy héten! Vajon Jannakosz, Konstantis, Mikélisz és Panajóvisz ez? Dehogy is! Hiszen ez Péter, Jakab, János és Júdás. És amikor meglátják Manoliosz töviskoszorúban, hogy felháll a Golgotára, a templom kárpitja szakadjon ketté az ő szívükben is! Ámen! Nyár vége óta dolgoztam rajta, hónapokon keresztül. Én tanár vagyok, tanítok is a piarista gimnáziumban, úgyhogy csak szünetekben volt időm foglalkozni vele. És hát őszi szünetben tudatosult bennem, hogy ez 450 oldalas regény, én ezt nem fogom tudni megépelni, azokat a részeket sem, amiket kiválasztottam, hanem megkértem egy kedves rendtársamat, aki beszkenelte az oldalakat, elküldte nekem, és akkor onnantól már gördülékenyebben haladt a dramatizálás. A regénynek több csúcspontja is van, viszont a színpadon egy csúcspontra kell kihozni, tehát szépen össze kell vonni, realizálni, hogy akkor hány szereplő legyen, hogy hova fókuszálunk, és akkor én még nem csináltam ilyet, hogy regényből színdarabot. Úgyhogy én belülről éreztem, hogy mit kell tenni, de hogy amikor hozzákezdtem gépelni, hogy most tényleg így legyen, akkor olyan volt, mint amikor a toronyugró éppen akkor ugrik egy szépet a medencébe. Tehát bátorság kellett hozzá, merészség, hogy akkor ez így jó lesz, és
mikor január 1-én odaadtam a rendezőnek, mert az volt a határidő, akkor azt mondta, hogy ez jó lesz, és tudunk vele dolgozni. Ki tudja, gazdám? Talán te is változtathatnál egy némely szokásodon. Például olykor-olykor megnyitatnád a ládáidat, megajándékozhatnád a szegényeket. Neked akkor is maradna elég. Hála Istennek. És ha az apám megtudná, hogy így alamizsnálkodom? Felnőtt férfi vagy. Meg aztán Krisztus apádnál is előbbre vagyunk. Ő a mi igazi atyánk és parancsolónk. Úgy látszik, a kis cselédnek fejébe szállt a dicsőség. Ne feledd, gazdám, hogy mi is emberek vagyunk. És csak a ruha különböztet meg minket. Te se felejtsd el, hogy magát Krisztus személyesíted meg. Vajon szabad-e asszonyt érintened? Nem bizony. Uraságodnak mégis szeretője van, igaz-e? Ránézzel lényóra, és már is csorog a nyálad. És amikor majd eljátszod a megfeszített szerepét, fiatal házas leszel. Megfeszítenek, de gondolataid máshol járnak ám. A kijelölt szereplők akaratlanul is szembe kerülnek az emberi gonoszsággal. Fellépésük drámai eseményeket von maga után, melyek során mindenki megmutatja az igazi arcát. A darab sok aktualitást tartalmaz, a drámai bonyodalmat egy menekült csoport érkezése készíti elő. Nagyon-nagyon jó közösség, nagyon szerető közösség, és én tényleg azt mondom, hogy ami szerintem mindenképpen egy óriási dolog, hogy az itt Szegednek egy tényleg minden szögéből, minden zugából jöttek emberek, tehát van itt vállalkozó, patikus, tanár, atya, biológus, gabonakutató, tehát hogy azt gondolom, hogy idősek, fiatalok egyaránt, tehát hogy abszolút egy jó közösség, és aminek örülök, hogy évről évre egyre többen és többen leszünk, és hogy ugye sokan azt gondolják, hogy ez kimondottan egy katolikus közösség, nyilván most a csapat többség az katolikus vallású, de én mindig azt hirdettem, hogy vallástól és felekezettől függetlenül várunk mindenkit nézőként és szereplőként is. Hát ezeket, ilyen előadásokat csinálunk, nyilván, hogy ha valakinek ez nem tetszik, akkor nem kötelező, de én bízom benne, hogy egyre többen és többen csatlakoznak hozzánk. Aminek igazából örülök lelkipásztorként, hogy a fiatalok mikkel nem képesek, hogy sose gondolnám, hogy ilyen hosszú szerepeket összehangolva megtanulnak, figyelnek egymásra, egyre jobban megtanulnak beszélni, figyelni, tehát ez az emberi formálódásukhoz is fontos, másrészt meg ajándék mindazok számára, akiket meghívnak egy művelődési házba. Eddig minden előadásunk ingyenes volt, tehát egy ajándék mindazok számára, akik erre érdeklődnek, akik ezt meghallják, szívesen eljönnek. A darabot a húsvéti ünnepekben az alsóvárosi ferences plébánia mellett a Mórahalmi Aranyszom rendezvényházban és az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is bemutatták.